Sziasztok! Ezt a pályát Robi 513 készítette, ez egy 1 perces pálya, már határidő után küldte, de annyira jó, hogy ez muszáj bemutatni. Zseniális. Szóval, hello, üdv az 1 perces mapomon, meg egy liter water, készítette Robi 513, a szabályok az Krix Krax. Mint egy start gomb, a szabályok elolvasásához kapcsolt be a Force Unicode-et, és tényleg, egyébként ezt nem tudom, hogy csinálta. Nem itt kell. Itt kell, igen. De tényleg akkor látszódik. Szabályok, szia! Hogy vagy? Én jól. És akkor start. Parkour, yeah! Na. Még mindig a játékban vagyunk. Egyébként. Mutatom. Tehát mindig a játékban vagyunk. Hát csak... Olyan, mint hogy a kék halál lenne, zseniális. Annyit elmondok, hogy Resurspec-kel csinálta, de meghagyom a varázsát, azt nem mondom el, hogy csinálta. Zseniális, nagyon jó. Sziasztok, ide egy kicsit okosodni, ma Particle parancsal fogunk megemlékezni. Nem, tehát a Particle parancsot fogom megmutatni. Nem tudom, mit akartam már mondani, megemlékezni. Na mindegy, akkor emlékezzünk meg a Particle parancsról. Kicsit bamborul az ég. Úgy látom, hogy ezt többször kérték, és szerintem is ideje bemutatni, azra tök jól lehet díszíteni. Előre elkérek egy command blockot. Na, kezdjük a szintaktikával. Ugye per particle, igen, aztán az effektnek a neve. A részes effektnek a neve. Ugye van egy hosszú lista, hogy mik vannak a játékban. Például ide tartozik, amikor csöpög a víz, ugye ha egy blokkal alatta vagyunk, vagy amikor megjelenik a szívecske az állatoknál, a falusinál az a villámos felhő, ha mérges, a robbanások, amikor eldobjuk a bájita, tehát ezek az effektek. XYZ, hogy hol legyen. Aztán a kiterjedése a különböző tengelyeken. Ez az XD, YD, ZD. Aztán sebesség, hogy milyen gyorsan játssza le az effektet. Ez eddig kötelező, ugye ilyen relációs jelek között vannak. És innentől már választható, hogy megadjuk a darabszámot, tehát hogy mondjuk robbanásnál hány robbanás legyen, és a módot, hát a tulajdonképpen egy lehetőség van, hogy force vagy nem force. A force az azt jelenti, hogy a beállításokban ki lehet kapcsolni, ne jelenjenek meg ezek az particle effektek, megpróbálom megkeresni, itt van, particles all, itt ki lehet kapcsolni, és ha azt írjuk, hogy force, oda a mód helyére, az azt jelenti, hogy hiába van a játékos neki kapcsolva, akkor is lejátszódik nála. Particle source tab, itt a lista, mondjuk én a szívecskével fogom megmutatni, mert azon jól látszik, ha több darabot írok. Ja, ezt kimásolom és command blockba futtatom le szerintem. Itt mondjuk a command block fölött. Ugye még azt is kötelező megadni, hogy mennyi legyen a kiterjedése. Hát először egy szívecskét tervezek. Illetve először nem adom meg a darabszámot, igen. Mennyi legyen mondjuk 1-1-1. A sebessége. Igen, erre most gyorsan lepuskázom, hogy mit is írnak. Hogy tehát legalább nullának kell lenni, az oké, de nincs megadva a maximum, tehát így én se tudom. Valahonnan az rémlik, hogy 2, 0 és 2 között, de nem vagyok benne biztos. Most megadok 20-at. És más nem kötelező megadni. Igen, jó, tehát most így lefuttatom, akkor nem történik semmi, mert valamelyik számot, valahol két szó között, itt két szó közön. Ez azt jelenti, hogy a semmi az nem egy érvényes szám, azért mert két szó közben, tehát számnak kéne jönnie, de szó közben ott. Hát a hibú üzeneteket is meg kéne tanítanom. És akkor nyomogatom. Hát látjátok, vagy csak a szívecske mérete változik, több darabnál fog látszani ez a kiterjedés szerintem. Most megadok, mert legyen 10. Minden irányba 10. Itt egy darabnál gondolom, na. Nem vagyok benne biztos, hogy közelebb meg távolabb van, csak kisebb meg nagyobb az a szív. Na mindegy, ez több darabnál fog látszódni, hogy mekkora területet adok meg. Jó,
Akkor utána jön ugye a darabszám. Mert egyébként ha csökkentem a sebességet nullára. Igen, a szívecskénél nem sokat számít, mert az ugyanúgy felmegy. Nem tudom pontosan mely effekteknél számít, biztosan olyan, aminél számít. Ennyire én sem mentem bele a parancsba, tehát ez ugye díszítésnek jó, és akkor ugye ember elszórakozik a számokkal, kijöjjön nagyjából az, amit szeretne, és kész, jó van. Tehát ilyen nagy mélységeiben én se kísérleteztem. Mit akartam? Darabszámot. Ja, hát ugye most egy szívecske az alap, akkor most legyen kettő. És nem jelenik meg, mit írtam. Pedig azt írja, hogy lejátsza. És nem. Túl kicsi a sebesség, vagy mi. Na ez érdekes. Ja, túl nagy szám biztos. Akkor legyen egy. Aha. Ez nagyon érdekes. Ezt is most nézem, tehát ha egy van megadva. Akkor most különböző helyeken. Ha nincs megadva a darabszám, akkor középen. De tessék, erre most is, én is itt most jövök rá, tehát ennyire nem kísérleteztem vele. Csak mindig annyira, hogy kijöjjön, mondom az, amit szeretnék. Ha megadom a darabszámot, na akkor már össze-vissza jelenik meg. Gondolom a megadott területen belül. Tehát ha én most ezeket itt nullára cserélem, akkor mindig ugyanott fog megjelenni. Úgy tűnik, igen. Jó, tehát ebből látszik, hogy most itt a 0 és az 1 között mekkora különbség van. Tehát itt lehet írni nem egész számokat is egyébként. Tehát nem szeretném, hogy annyira messzebb, de valamennyire változnak, akkor felett írok. És akkor, na itt látszik, hogy már nem ugyanott, de azért itt a közelben legalább. És akkor itt lehet növelni, 5 szívet akarok látni. Tök jó. Akkor mi volt még? Ugye a force, szemléltessem. Jó, szemléltetem. Egy a fenne. Elvileg erről szól ez a videó. Hol van? Most meg én bénázok, itt van. Decrease minimal all. Gondolom a decrease-t nem fog megjelenni. De megjelenik. Jó van. Minimálna. Na, minimálna nem jelenik meg ugye. És odaírom, hogy force. Jaj. Akkor megjelenik. Jó. Ez is megvolt. Oké, és igazából végig is értünk rajta, tehát lehet szórakozni a számokkal, ugye itt ez a koordináták utáni hármas, hogy megy mekkora térben jelenjen, nem kell ugyanolyan számoknak lennie, tehát itt lehet, és ugyanaz beírt, jó, itt lehet 0,1, és akkor ugye ez az Y, tehát nagyjából egy magasságban lesznek a szívek, de így vízszintesen terülnek el, tehát látjátok, most itt. Tehát a magasságok között nem sok különbség van. Itt a gyorsasággal, de én ahogy látom, itt a szívek tojnak a gyorsasága, tehát tök ugyanolyan gyors. Szerintem ez robbanásnál fog látszódni. Én arra szavazok. És hogy hány darab... Most lekérek egy másikat. Egy robbanást. Explosion? Explode. A szívecskeire. És igazából ennyi. Az igen. Hát igen, ez volt a nagyon gyors, a 10-es, ugye? Most legyen egy. Aha, ennél például számít, látjátok? 0,1. Ennek egészen ott maradt. Tehát... Ime, az explode-nál számít a sebesség. Itt látszódnak ezek a füstök. Ha nagyobbat írok, mondjuk pont a 10-szeresét, akkor zsücs, eltűnik. Szóval lehet kísérletezni, ez ilyen szórakozós parancs. Meg lehet végül is tanulni, tehát ugyanúgy bele lehet jönni, mint abba, hogy most így az ember csuklóból írja, hogy nem tudom, most nem tudok hasonlót írni. Tehát milyen is kapukat kell, vagy milyen logikai kapukat kell lerakni, ezt is biztos, hogy meg lehet tanulni, hogy így legyen a robbanás, akkor így adom meg a paramétereket. Ebben én sem vagyok nagymester. Úgyhogy ennyi. Ha kérdés, akkor írjátok a videó alá, a kézikönyv óvjon.